Szöke Erika grafikus művész három munkával jelentkezett a harmadik székelyföldi grafikai biennáléra, melyeken nagymamája elvesztését, emlékét örökíti meg. Sorozatával elnyerte a biennáli fődíját, így fődíjasként az idei biennáli egyik kísérő rendezvénye volt a Terítsd ki a lepedőt című egyéni kiállítása a Magma Kortárs képzőművészeti kiállító térben. A mindennapok törékeny pillanatai, a generációk finom összefonódása, családi kapcsolatok, elmúlás, emlékezés, a lét örökkörforgása elevenednek meg munkáiban. Személyes élményekből táplálkozik, de óhatatlanul mindannyian magunkra ismerünk ezekben az örökemberi helyzetekben. Ezzel a témával foglalkozom, ugye az elmúlás, az emlék és az emlékezés, ezt a témát boncolgatom, és hát ugye a kiállítás is ezt mutatja, hogy tényleg ez érdekel. Ugye mögöttem van ez a három triptichon a Elment címmel, és a nagymamámnak a halálát dolgozom fel ezekben a munkákban. A egyik munka ugye a díjnyertes munka, és ezt szerettem volna belekomponálni ebbe a kiállításba, úgy, hogy mi véget is vagyok én itt végül is. És a másik teremben, az egy kicsikét egy más téma, ugye. Itt ebben a kis teremben ez egy kicsikét ilyen szomorúbb, így a halállal, az elmúlással foglalkozok, de a nagyobb teremben ott egy kicsikét ilyen felszabadítóbb, mégis humorosabb az egész, olyan, mintha komolyan kiteríteném a lepedőt, mintha kitárulkoznék és bemutatom az egész családomat, a családi környezetemet, a kapcsolatokat, ugye, és a cím is, ugye, hogy honnan is eredt ez a cím, az édesanyámnak az üzenőlevelei, amiket az asztalon reggel szokott hagyni, hogy na, a lányok, mit kell megcsinálni, a babot leszedni, vagy ugyanúgy, hogy teríts ki a lepedőt. Szóval ezek ilyen családban ilyen fontos dolgok. Szöke Erika munkái gyakran sorozatokká fejlődnek, zseniális ötletekkel talál rá mindennapi tárgyakra, művészetté formálva őket. A Talált testek című sorozatában egy különleges technikával sírköveken talált emberek fotóit viszi fel kenyérfelületre, így adva testet nekik. Itt ezek a talált testek is, ugye, portrék, amelyek... Szóval itt összehozom végül is, ez egy ilyen nemzetközi találkozásnak is nevezhető, mert ugye az utam által összegyűjtött sírkövekről valók ezek a portrék, és végül is nem ismertem őket, nem tudom kik ők, de így ezáltal, hogy én így kenyérre tettem őket, akkor minthogyha feléleztem őket, mert ugye a kenyértésztába szintén élesztőt teszek, és akkor ez, minthogyha így élesztem, testet adok ezeknek az elhunyt embereknek, és ezáltal ez az emlék újraéled, és valószínű ismét
foszlányba, szóval pusztulásra vannak ítélve, mert ugye repedeznek, morzsolódnak, majd lehet, hogy végleg tönkre mennek. Ez egy ilyen processzuális folyamat, hogy ugye szemmel láthatóan mennek tönkre, eltűnnek, ugyanúgy példának nevezhetném a spiritus lenyomatokat is, ugye, mert a nagymamámnak a testét bekentem igen spiritusszal, és ezáltal így faxpapírra nyomattattam a bőrét, és ilyen eredmény jött végre, szóval ott hagyta a lenyomatát, a bőrének a lenyomatát, és most ugye, hogy így látjuk ezt, ez még meg is fogható, minthogyha érezni a bőrét, a jelenlétét, és idővel ez is pusztulásra van ítélve, mivel ez a papír, szóval ez a hőpapír nem állandó. Nagymamámat nagyon gyakran fotóztam, ő volt egy ilyen központi figura, és hát mindig őt úgy figyeltem, ugye a testét, ezt az öregedő, hullámzó bőrét, ami igen, nagyon is a tenger hullámaihoz hasonlít számomra. És ez így fokozatosan jött, ugye, hogy ez, amit benned van, amit bent érzel, azt valamilyen szinten meg szeretnéd mutatni, vagy kihozod. Saját magam nem tudom, hogy de kihozod végül is. Ez ilyen megmagyarázhatatlan folyamat. Itt találhatok egy ilyen, szintén egy sorozat, Úton a Nagyival címmel, és ennek is az alapja a nagymamámnak a bőre, ez a öregedő bőr, melyre szintén az utam, a ilyen úti élményeimet rá nyomtattam egy technikával, amit szintén kikísérleteztem, és ez is egy ilyen folyamat, ez mondhatni, hogy egy olyan sorozat, amelyet lehet, hogy életem végéig fogok készíteni, mert ugye ahova utazok, akkor mindig csinálok egy ilyen nyomatot, és akkor így bővül ez a sorozat. Nagyon érdekes, mivel ő annyira szerette azt, hogy úgy foglalkozok vele, meg azt a bőrét figyelem, hogy milyen gyönyörű, meg minden. Úgyhogy annyira szeretett velem együttműködni, és örült ennek az egésznek, hogy hú, de jó. És a szüleim ugye sokan kérdezték, hogy hogy tudnak így a szüleid, hogy nem ellenkeznek, hogy veszik ezt az egészet. Hát mondom, érdekes az egész, mert ugye először én elmagyarázom, hogy mit szeretnék velük, mi a gondolatom, és akkor együttműködnek ők is. És gyakran van olyan eset, amikor ilyen röhögő görcsben jönnek ki, szóval amikor egymás szemébe kell nézni, és akkor nevetnek, és nem bírják abba hagyni, és én meg várok rájuk, vagy én is velük nevetek, hogy akkor jó, nyugodtan nevessetek, élvezzétek, és utána fotózok. És ez egy ilyen terápia, ugye? És gyakran gondoltam olyan dologra, hogy lehet, hogy ez jó terápia volna, egy ilyen házassági terápia, ugye, hogy akkor most fotózunk, nézzetek egymás szemébe, meg stb. Úgyhogy ezek a fotózások mind ilyen vidámak, és ez a lényege, hogy a család együtt van, és nagyon jó. Néha egy hirtelen jött ötletből, vagy asszociációból születnek izgalmas munkák. Ugye ezek a kristályos levelek, ezek az édesanyám, a szüleimnek a szerelmes levelei. És hát sikerült kikérnem a szüleimtől, hogy ugye engedélyt kaptam, hogy használhatom őket. És így ezeket a leveleket, szóval így párosítottam őket, egyik az édesanyám, másik az édesapámnak a levele, és ilyen borax oldatba tettem, és ők így
automatikusan, ahogy a vízbe beleteszed a papírt, akkor ők így szabadon élnek végül is, és a kristályok pedig így keletkeznek rajtuk. És mindegyik ugye más formát vesz fel, olyan, mintha ölelkeznének ezek a levelek. És nagyon érdekes volt ezekkel foglalkozni. Végül is azt dolgozom fel, amiben éppen élek, ami körülvesz, és azt adom át. És még a lényege az, hogy például sokan visszamondják azt, hogy visszaemlékeznek. Ugye én nekem az is volt a célom, hogy valamilyen szinten az emberekben felkeltsem ezt az emlékezést, és visszajönnek, és mondják, hogy ez az érzés annyira visszajön, és hogy visszaemlékeznek az ő családjukra, ő elhunytukra, és ez nekem annyira jó, mert megindul ez a folyamat bennük.